Főbb híreink. Az Európai Tanács csütörtökön és pénteken az ukrajnai háborúról, az energiaválságról, gazdasági kérdésekről és a külkapcsolatokról tart megbeszélést. Várják az ötleteket a harmadik budapesti közösségi költségvetésre. Izrael tönkreteszi az államközi kapcsolatokat, ha fegyvert szállít a kijevi rezsimnek, mondta Dmitrij Medvegyev, volt orosz elnök. Litvániában nagyszabású NATO hadgyakorlat kezdődött, melyben 10 ország 3500 katonája vesz részt. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a heti tévé híradóját látják. Belföldi híreink. A hét második felében Brüsszelben sorra kerülő Európai Uniós csúcs találkozó előkészítéseként közös videokonferencián vett részt Orbán Viktor miniszterelnök, Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, Robert Abela máltai, Alexander de Croo belga, Kyriakos Mitsotakis görög, valamint Robert Golob szlovén miniszterelnök, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője. Az Európai Tanács csütörtökön és pénteken az ukrán háborúról, az energiaválságról, gazdasági kérdésekről és a külkapcsolatokról tart megbeszélést. A sajtófőnök emlékeztetett, Orbán Viktor legutóbb azt mondta, Brüsszelben a szankciókat elszúrták, azokhoz ráadásul nem társulnak árcsökkentési javaslatok, ezért most szankciós infláció van, és szankciós felárat fizet az ország az energiáért. Hozzátette, Magyarország minden az energiapiacára negatív szankció alól mentesítést kapott, de az a baj, hogy a közös európai piac részeként az országra mégis hatással vannak a magas energiaárak. Szalai Bobrovnicki Vince, a miniszterelnökség társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a Heti TV Pirkada című műsorában beszélt a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt civil pályázatokról és zsidó vonatkozású projektekről. A pályázati kiírás októberben jelent meg, az összevont pályázatoknak november elejéig, míg az egyszerűsítetteknek november közepéig kell beérkezni a kuratóriumokhoz. A kormány több zsidó vonatkozású projektet is támogatott eddig közvetlenül vagy közvetve. Így például az elhagyott zsidó temetők felújítását is, amit a Mazsökön keresztül folytatott. A politikus szerint ebben az évben kell elszámolniuk azoknak, akik forrásokat nyertek el. Ugyancsak forrást biztosította a kormány a Szeretett Kórház megújítására 5 milliárd forint értékben. Az intézmény teljes megújításához még szükségesek kormányzati pénzek. Az államtitkár szerint fontos lenne, hogy ezek rendelkezésre álljanak, de ez is a költségvetés újragondolása után alakul majd ki. Szalai Bobrovnicki Vince külön is beszélt a miniszterelnök által meghirdetett zéró toleranciáról, megjegyezve, a kormány ebben is következetes álláspontot képvisel, azaz kategórikusan nemet mondanak az antiszemitizmusra. Kiemelte, az biztos, Magyarországon a zsidó közösség nyugalomban és biztonságban élhet. Várják az ötleteket a harmadik budapesti közös költségvetésre. A fővárosi önkormányzat ismét 1 milliárd forintot fordít a budapestiek ötleteinek megvalósítására a közösségi költségvetés keretében, közölte a főpolgármesteri hivatal. Emlékeztettek rá, a közösségi költségvetés olyan általában önkormányzati program, amelynek keretében a település költségvetéséből bizonyos összeg felhasználására a város lakói tehetnek javaslatot. Azt írták, egyre népszerűbb a budapestiek körében a főváros társadalmi együttműködési programja, a minden évben 1 milliárd forintos kerettel induló közösségi költségvetés. 2022-ben közel 22.000-en szavaztak a lakosság által beadott fejlesztési ötletekre. Az ötleteket december 31-ig lehet benyújtani az ötletbudapest.hu oldalon, rövid regisztrációt követően. Az LMP szerint a nemzeti konzultáció kérdéseiből az derül ki, hogy a Fidesz nem kíváncsi az emberek véleményére. Az ellenzéki párt ezért maga is online konzultációt indította a zöld kérdésekről, mondta a hétfői sajtótájékoztatóján Gály József szóvívő. A politikus szerint a kormány azért nem meri megkérdezni az embereket a zöld fordulatról, mert akkor el kellene ismernie, az elmúlt 12 évben rosszul kormányzott. Az LMP azonban nem akarja, hogy a Fidesz büszkeségére a következő 12 év is elmenjen, jelentette ki. Ezért megkérdezi az embereket a többek között a szélenergia hasznosításáról is, melyet 2016 óta tilt a kormányzat. Külföldi híreink. Izrael berlini nagykövete az Alternatíva Németországért párt egyik tagját bírálta, amiért úgy tűnt, hogy táncol az ország holokauszt emlékművén.
Rom Proszor nagykövet Twitteren közölte, hogy Holger Winterstein, szélső jobboldali politikus, szégyent hozott magára és pártjára. A közösségi médiában közzétett képen Winterstein kinyújtott karral pózol az egyik kőlapon, amely a nácik által a holokauszt során meggyilkolt több mint 6 millió zsidó emlékművét alkotja Berlinben. A német média arról számolt be, hogy a kép az Alternatíva Németországért által szervezett tüntetés után készült, írta az Israel Hájom. A párt közölte, hogy rendkívül tiszteletlen viselkedése miatt eljárást indít Winterstein ellen. Winterstein Türingiában megyei képviselő. Több napos hadgyakorlatot indított hétfőn az iráni forradalmi gárda a síita állam északnyugati Azerbajdzsán és Örményország melletti térségében. Az IRNA iráni állami hírügynökség tájékoztatása szerint a műveletben, amely egyúttal Irán ellenségeinek szánt üzenet, a gárda szárazföldi harckészültségét tesztelik, és határvédelmi feladatokat is gyakorolnak majd. A műveletben ejtőernyősök és helikopterek mellett önmegsemmisítő drónokat is bevetnek, és gyakorolják az átkelést a mind Örményországgal, mind Azerbajdzsánnal határos Arasz folyón mobil hidak segítségével, közölte a gárdához közel álló félhivatalos Tasnim iráni hírügynökség. Szeptemberben ismét harcok robbantak ki Örményország és Azerbajdzsán között. Az összetűzésekben, melyek a 2020-ban kitört 6-7-es háború óta a legvéresebbek voltak, a két egykori szovjet tagköztársaság között mintegy 200 katona vesztette életét. Az Európai Unió külügyi tanácsa luxemburgi ülésén szankciókat vezetett be az emberi jogok megsértése miatt a fiatal iráni kurdnő Mahsa Amini letartóztatása utáni haláláért felelősök, valamint az annak nyomán kezdődött megmozdulások résztvevőivel szembeni erőszakos fellépés felelőseivel szemben, közölte az uniós tanács hétfőn. Az Európai Unió 11 embert és 4 szervezetet vett fel azon személyek és szervezetek jegyzékébe, akik vagy amelyek a hatályos iráni emberi jogi uniós szankciórendszerrel összefüggésben hétfőtől korlátozó intézkedések hatálya alá tartoznak. A korlátozó intézkedések uniós beutazási tilalomból és az unió területén lévő vagyoni eszközök befagyasztásából állnak. Az EU elvárja Irántól, hogy haladéktalanul hagyjon fel a békés tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépéssel, és engedje szabadon a fogvatartottakat, biztosítsa az internet hozzáférést és az információk szabad áramlását. Izrael tönkreteszi az államközi kapcsolatokat, ha fegyvert szállít a rezsimnek, mondta Dmitri Medvegyev, volt orosz elnök. Dmitri Medvegyev, aki jelenleg a biztonsági tanács helyettes vezetője, legújabb Telegramon közzétett bejegyzésében Izraelnek üzent. Putyin főszövetségese az államközi kapcsolatok megszakadásával fenyegette meg Jeruzsálemet. Úgy tűnt, hogy Izrael fegyverekkel látja el a kijevi rezsimet. Ez tönkreteszi az országaink közötti összes kapcsolatot, írta Medvegyev a Telegram csatornáján. Izrael egyébként az ukrán háború kirobbanását követően is fenntartotta kapcsolatait Moszkvával, és nem csatlakozott az oroszokra szankciókat kivető országokhoz. A politikus kijelentette, hogy már a Bandera söpredék is náci volt, és még mindig azok. Az orosz politikus Sztyepán Bandera a II. Világháború környékén aktív ukrán nacionalista vezetőre és ideológiájának követőire utalt ezzel. Ha Tel Aviv fegyverrel látja el a náci Ukrajnát, akkor itt az ideje, hogy Izrael Banderát és Suhevicset is hősnek nyilvánítsa. Zárta a monológiát Medvegyev. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök elítélte és a civil lakosság elleni terrornak nevezte a hétfői orosz támadásokat. Az ország több területén, többek között Szumi, Nyipro és Odessa térségben történtek robbantások, Kijev belvárosát pedig dróntámadások rázták meg. Az ország déli és középső területein hétfőre légiriadót rendeltek el. A közösségi médiában megosztott videók szerint hatalmas füstfelhő gomolygott Kijev felett, több mint 3 órán át volt légiriadó. Számos robbanás hangját lehetett hallani. Vitali Klitschko polgármester elmondta, hogy dróntámadás érte az ukrán főváros központját. Egy lakóépületet találatért, egy nő pedig életét vesztette, 3 megsérültek. Egy ember pedig a romok alatt rekedt. Az ukrán belügyminiszter arról adott hírt, hogy több ember is meghalt a kijevi csapásokban és más városokban. Pontos számokat azonban nem közölt. Litvániában nagyszabású NATO hadgyakorlat kezdődött, amelyben 10 ország 3500 katonája vesz részt, jelentette be hétfőn a Vilniuszi Védelmi Tárca.
A Vasfarkas Fedő nevű kéthetes gyakorlat során a litván hadsereg egységei a támadó és védekező műveletek tervezésére és végrehajtására vonatkozó eljárásokat gyakorolják, valamint az együttműködést a szövetséges erőkkel, derült ki a közleményből. A gyakorlaton Litvánia mellett Belgium, Csehország, Egyesült Államok, Hollandia, Luxemburg, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia és a nem NATO tag Ausztrália alegységei vannak jelen. A csapatok felszereléséhez mintegy 700 katonai eszköz, köztük gyalogsági harci járművek, páncélozott személyszállító járművek, harckocsik és önjáró tüzérség is tartoznak. Az első katonai konvojok a litván hadsereg központi gyakorló terére a fehér-orosz határ közelébe tartottak a hétvégén az ország polgári autópályái haladva. Híreinkről bővebben a braillepress.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak, és most röviden az időjárásról. Ma szikrázó, napsütéses, nyugodt és eseménytelen időjárás lesz. Este is marad az eseménytelen csillagfényes égbolt. A hőmérséklet jellemzően 19 és 23 fok körül alakul. Köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!